A hosszú távú B12 vitamin hiány többek között olyan problémákat okozhat, mint a vérszegénység, aminek következtében a szervezet nem tud elegendő egészséges vörösvértestet termelni, valamint ideg problémákat, alacsony energiaszintet, sápadbőrt és akár depressziót is. De a kérdés az, miért támaszkodnak olyan sokan 50 év felett étrend kiegészítőkre és injekciókra, hogy növeljék B12 szintjüket, még akkor is, ha már fogyasztanak elegendő B12-ben gazdag ételeket, például vörös és tengeri herkentyűket? Most hat olyan tényezőről fogok beszélni, amelyek blokkolják a B12 felszívódását, és amelyekről sokan nem tudnak. Első ok az alacsony sav a leggyakoribb oka a B12 hiánynak a gyenge a gyomorsav az emésztőrendszerben. Tudnod kell, hogy a gyomorsavnak természetesen nagyon erősnek kell lennie, optimális pH értéke 1 és 3 közé tehető. Erre azért van szükség, hogy képes legyen megemészteni a fehérjét és felszívni a B12 vitamint az ételeidből. De ahogy öregszünk, szervezetünk kevesebb savat termel, így a pH érték emelkedik. Ennek eredményeként emésztőrendszered nehezebben bontja le és szívja fel a B12-t, a fehérjét és a vasat, ami vérszegénységhez vezethet. Egy-két evőkanál almabor ecet fogyasztása vízben étkezés előtt természetes módja lehet a gyomorsa erősítésének, így javítva a B12 vitamin felszívódásának lehetőségeit. A második ok Helicobacter pylori nevű baktérium túlzott elszaporodása. A Helicobacter pylori egy természetes baktérium, amely az emberi gyomorban él és általában nem okoz problémát. Azonban ha a gyomorsav alacsonyá válik az életkor, stressz, gyomorégés elleni szerek vagy magas cukortartalmú étrend miatt, úgy ez a baktérium túlszaporodhat és beékelődhet a gyomor nyálkahártyájába, ahol fekélyeket okozhat. A gyomornyálkahártya károsításával a szervezet kevesebb egyedi faktort, azaz intrinszik faktort termel, így kevésbé szívódik fel a B12 az ételekből, ami akár gyomorfekét is okozhat. A legjobb természetes módszerek a Helicobacter pylori ellen a brokkoli csírák, a manukaméz és a cink karnozin. Most pedig térjünk át valami nagyon érdekesre, egy úgynevezett genetikai mutációra. Bizonyos gének segítenek a B12 felszívódásában, szállításában és aktiválásában a szervezetben. Azonban amit nem tudsz, az az, hogy az emberek 60%-ánál vannak genetikai variációi, például az MTHFR gén, amely megnehezíti a szervezet számára a B12 aktiválását ételekből vagy étrend kiegészítőkből. Sok országban szintetikus B12-t, azaz cianokobalamint adnak hozzá az élelmiszerekhez. Azonban, ha ennek a gyakori génmutációnak megfelelsz, ez a forma nem szívódik fel jól a szervezetedben. Ezért lehet, hogy a vérvizsgálat magas B12 szintet mutat, de a szervezetben nincs aktív B12, így nem jut el a sejtekhez. Ennek egyszerű megoldása, hogy természetes B12 kiegészítőt, például metilkobalamint kezdj el szedni. Ez a forma már aktív, így a szervezet és a sejtek azonnal tudják használni. A negyedik ok, ami blokkolhatja a B12 felszívódását, az a metformin. A metformin egy általánosan használt cukorbetegség elleni gyógyszer, amely csökkenti a vércukorszintet. Idővel a Metformin megváltoztathatja az elektromos töltést az ileumban, így nehezebbé téve a B12, B1, folsav és más fontos tápanyagok felszívódását. A probléma az, hogy ha nem szívódik fel elég aktív B12, a homocisztein szintek emelkedhetnek, ami később szívbetegségekhez vezethet. Ezért érdemes évente ellenőrizni a homocisztein szintet, ha cukorbetegség elleni gyógyszereket szedsz. Sok cukorbeteg napi 1000-5000 mikrogram metilkobalamint szed, hogy megvédje az idegeit a magas inzulin szinttől. Most pedig ejtsünk néhány szót a síborról vagy más néven kontaminált vékonybél szindrómáról. Ahogy korábban említettük, a B12-t az ileum nevű részén keresztül szívódik fel, ami a vékonybél egy fontos szakasza. De ha túlzottan elszaporodtak a rossz baktériumok, ezek az ágensek elfogyasztják és ellopják a B12-t, mielőtt felszívódhatna. Ez nagyon gyakori azoknál, akik sok antibiotikumot szedtek, vagy alacsony gyomorsav szintjük van. Szerencsére a megfelelő diéta követése, valamint a keserű só és az almaecet rendszeres fogyasztása segíthet elpusztítani az említett rossz baktériumokat. A hatodik blokkoló tényező a napi alkoholfogyasztás. Egy másik gyakori ok, hogy az emberek alacsony B12 szinttel küzdenek, az az, ha minden nap alkoholt fogyasztanak. Tudnod kell, hogy a máj nagy tartalékokat tárol a B12-ből, ezek évekig elegendőek lehetnek egészséges emberek számára. De ha minden nap fogyasztasz alkoholt, ez lassítja a májat, így kevesebb B12-t tárol és szabadít fel a szervezet számára. Sajnos az alkohol irritálja a gyomor nyálkahártyáját, és csökkentheti a gyomorsavat, sőt növelheti a helikobakterpilori kockázatát, amit már korábban említettünk. Sokan azt hiszik, egy-két pohárka hasznos lehet a szervezet számára, azonban az igazság az, hogy az alkoholnak semmilyen egészségügyi előnye nincs. Ezért érdemes csak különleges alkalmakkor fogyasztani, és nem rendszeresen. És egy végső ok, amit elfelejtettem, és szeretném megemlíteni. A növényi alapú étrend követése. Van néhány félreértés a vegán közösségben, hogy B12-t lehet pótolni növényekből, de valójában a B12-t baktériumok állítják elő, amelyek állati eredetű élelmiszerekben találhatók meg, mivel növényeknek nincs szükségük rá. Ezért csak állati eredetű élelmiszerekből, például májból, tojásból, vörös húsból, halból lehet aktív B12-t szerezni. Néhány inaktív forma található tengeri algákban, mint például a nori vagy a spirulina. De sajnos a szervezet nem tudja hasznosítani ezeket, sőt, blokkolhatják a valódi B12 felszívódását is. Sok vegán támaszkodik a táplálék kiegészítőként jellemzően fortifikált élesztőre, de ezt a szintetikus formát sokan nem tudják jól átalakítani. Tehát ha teljesen növényi étrendet követsz, győződj meg róla, hogy jó minőségű, aktív metilkobalamin B12 kiegészítőt fogyasztasz. Most, hogy megtudtad, hogy mi blokkolhatja a szervezetet B12 felszívódását vagy aktiválódását, nézzünk néhány egyszerű stratégiát, amelyek hatékonyan növelhetik szintjét. Tisztítsd meg a gyomrodat. Amikor felszámolod a Helicobacter pylori-t, a gyomrod több intrinszik faktort és savat termelhet, így jobb lesz a B12 felszívódása. Fogyassz naponta nyers manuka mézet, mivel gazdag természetes antimikrobiális szerekben. A brokkoli csírák szintén segítenek a baktériumok semlegesítésében, valamint nyers fokhagymát is fogyaszthatsz, ami tartalmazza az alicint. Erősítsd meg a gyomorsavadat! Miután megszüntetted a fekélyeket és a helikobakter pylori túlszaporodást, elkezdheted helyreállítani a gyomorsav szintjét a normál 1-3 pH értékre. Keverj el két evőkanál almaecetet két pohár vízben, étkezés előtt vagy használhatsz betain hidroklorid kapszulákat, bár ezek kis dózisúak, így sokat kell belőlük szedned. A gyömbér, a savanyú káposzta és a keserű zöldségek szintén javítják a gyomorsav minőségét. Fogyasz B12-ben gazdag ételeket kezd elfogyasztani azokat az ételeket, amelyek a legmagasabb mennyiségben tartalmaznak B12-t, különösen májat, belsőségeket, marhát, bárányt, kagylót, osztrigát, lazacot és szardíniát. Ajánljuk továbbá az avokádót, brokkolit, napraforgómagot, pisztáciát és más leveles zöldségeket, hogy több B6-ot és B9-et vigyél be, amelyek a B12-vel együtt segítenek a vörösvértestek felépítésében. Teszteld a megfelelő markereket. Ne csak a vér B12 szintjére hagyatkozz, mert ezek nem mérik az aktív B12-t a szervezetben. Kérj helyette metilmalonsav és homocisztein szintes vizsgálatokat, hogy láthasd, az aktív B12 valóban jelen van-e a sejtekben. Tisztítsd meg az étrended. Alkoholt kizárólag különleges alkalmakkor fogyasz. Kerüld a finomított cukrot és a feldolgozott ételeket. Továbbá így áll naponta két liter vizet, mert a B12 vízben oldódó vitamin és sok vízre van szüksége a szervezetnek a szállításhoz. Állítsd vissza bélflórád. Ha bél problémáid vannak, fontold meg, hogy egy-három hónapig tartó karnivor diétát követsz, hogy helyreálljon az egyensúly a bélflórádban. Te odafigyelsz a B12 vitamin megfelelő szintjére? Ha igen, hogyan gondoskodsz beviteléről? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videóban elhangzottakat, úgy iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket és oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed és jó egészséget kívánunk!